A következő percekben a karcagi polgármesteri hivatal adócsoportjának közleménye következik. Gépjármű adóval kapcsolatos változások. Tájékoztatjuk az adózókat, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020 évi 98. törvény rendelkezései alapján 2021. január 1-től a gépjármű adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett az állami adó- és vámhatóság, azaz a NAV látja el. A változással kapcsolatban a gépjármű tulajdonosoknak, üzemben tartóknak semmilyen teendőjük nincsen. 2021 évtől a gépjármű adóval kapcsolatos fizetési értesítőket a NAV küldi meg minden érintett számára. Felhívjuk az ügyfélkapuval, cégkapuval rendelkező ügyfelek figyelmét, hogy a tárhelyükre érkező dokumentumokat folyamatosan kísérjék figyelemmel. A gépjármű adó első részletét az eddig megszokottaktól eltérően 2021. április 15-éig, a második részletet pedig 2021. szeptember 15-éig kell majd megfizetni a NAV belföldi gépjármű adó bevételi számlájára. A 2021. január 1-ét megelőző időszakra eső gépjármű adó ügyekben azonban az adóhatósági feladatokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság látja el. Ennek megfelelően a 2020. december 31-éig fennálló gépjármű adó tartozásokat továbbra is a Karcagvárosi Önkormányzat gépjármű adó beszedési számlájára kell megfizetni. Az önkormányzati adóhatósága nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzemben tartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről a NAV részére átadott szolgáltatott, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük. 2021. január 1-ét követően az új mentességre vagy adókedvezményre jogosító körülményekről a gépjármű tulajdonosának, üzemben tartójának a NAV felé kell bejelentést tenniük. Helyi iparűzési adóval kapcsolatos változások. 2021. január 1-től az adóalanyok főszabály szerint a helyi iparűzési adó bevallásukat nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani. A szükséges nyomtatványok a NAV honlapján elektronikus formátumban elérhetőek. Az elektronikus önkormányzati portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem benyújthatóak. Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófizetést is változatlanul a Karcagvárosi Önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára kell megtenni. A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. december 22-i kormányrendelet a mikro, kis és középvállalkozások részére iparűzési adóval kapcsolatos kedvezményeket tartalmaz. A kormányrendelet alapján a helyi iparűzési adóról szóló 15/2015 május 1-i önkormányzati rendeletben foglalt 2% helyett a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó helyi iparűzési adómértéke 1%, a különbözet pedig a 640/2020. december 22-i kormányrendelet alapján támogatásnak minősül. A kedvezmény igénybevételéhez az érintett adózóknak 2021. február 25-éig a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság részére nyilatkozatot kell benyújtaniuk. A nyilatkozat 21NHIPA néven kizárólag a NAV honlapján elektronikus formátumban érhető el. További felvilágosítás a Városháza földszint 40-es számú helységében, illetve az 59-es körzet 500-652, 59-es körzet 500-655 és az 59-es körzet 500-656-os telefonszámokon kérhető.